Elégedettek a szakemberek a gólyák idei szaporulatával, de a megyében összességében kisebb lett a gólyaállomány. A korábbi átlagnál jóval több fióka kelt ki a fészkekben, azonban a gólyák egyedszáma Zalában tovább csökkent, Kanizsán és környékén pedig 10 év alatt megfeleződött a lakott fészkek száma. A populáció csökkenésének oka a vonulás közbeni időjárás, a vadászat és az áramütés is lehet. A fehér gólya fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 100 ezer forint. Az idei gólyaszaporulat az kicsit hektikus volt. Volt, ahol egész jó 4-5 fiókát is neveltek a fülők, máshol meg jóval kevesebbet. Ez attól függött, hogy kiérkezett korán, azoknál jó volt a fészkelés, akkor elérkeztek. Viszont az összességében nagyon lecsökkent a lakott fészkek aránya, akkor is a környékén is a 10 év óta, mióta gyűrűzünk Miklósvártól egész Letenyéig, azóta felére csökkent a lakott gólyafészkek száma, tehát arányában amennyiben is csökken a gólyaállomány. A költésre így a hármas átlag kijött fészkenként, ami nagyon jó, mert a 2,5-től már elfogadhatónak tartjuk.